Cölöpök és kisajátítás. Megkezdődött a kerítés építés előkészítése a magyar-román határ szabolcsi szakaszán is. Késsel szúrták. Életveszélyes sérülésekkel került kórházba egy nyíregyházi férfi. Rokonai egy áruház parkolójában támadtak rá. Úszó botrány. Doppingolták és verték a gyerekeket az edzők a magyar úszósportban. Ezt állítja egy Kisvárdán élő férfi. Megkezdődött a kerítés-építés előkészítése a magyar-román határ szabolcsi szakaszán is. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! 16 határmenti településen indult meg a közérdekű kisajátítás. Többnyire mezőgazdasági területekből kerítenek le cölöpökkel egy-egy részt, ott, ahol majd szükség esetén a kerítést megépítik. Az érintett gazdálkodók ugyan kártalanítást kapnak, de azt mondják, még ingyen is odaadnák a földjüket, csak védjék meg az országot az illegális migránsoktól. Traktorral tárcsázza földjét Csernyi István. A csengeri gazdálkodó 3 hektárt művel a magyar-román határ mellett. Földjét is érinti a közérdekű kisajátítás. Ez a narancsárga cölöp jelzi a leendő kerítés helyét. Itt építik fel a határzárat, ha arra a migránsok miatt szükség lesz. A gazda azt mondta, örömmel adja oda földjét. Igen, az nem zavar ez a kis földterület, mert az egész nem sok. Jobban örülök annak, hogy a hazánkat megvédik. Nem csak földterületeket sajátított ki a belügyminisztérium a határban, ez a csengeri sportcsarnok, az önkormányzat a futszalcsapat otthonát is felajánlotta a katonák elszállásolására. A szomszédos település Csengerújfalu polgármestere azt mondta, náluk is jártak a honvédség térképészei, Zsiga Mihály arról beszélt, hogy ugyan kapnak kártalanítást, de akár ingyen is odaadnák földjeiket. Ha nem kapnánk semmit, akkor is hozzájárulunk ehhez a megvalósításhoz, hogy itten százszor nagyobb, meg sokkal nagyobb károk lennének, mert azt láthattuk már a tévéből is, meg maga, aki ezután utána járt, hogy Szeged fele, meg ahol már a migránsok átjöttek, hogy milyen károkat tudnak csinálni. Ez az ősz Válay határában fut a szántáson. Itt is narancsárga cölöpök jelzik, hogy hol épülne a kerítés. A település polgármestere azt mondta, a gazdák vethetnek a lekerített területeken is, de ha szükség lesz rá, azt azonnal át kell adni. A határ felé lévő területeket használhatják, de amennyiben bármilyen változás lenne, tehát itt bármilyen építkezés, illetve ha ne adj Isten mégis ide kerülnének a migránsok, akkor gyakorlatilag az általuk okozott kár az ezt a területet mondhatni nem érinti, tehát ez innentől kezdve kártalanítva lennének a gazdák. Térképen mutatjuk, hogy hol húzódna kerítés. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 16 településen 350 telektulajdonost érint a közérdekű kisajátítás. A gazdák és az önkormányzatok egyszeri kártalanítást kapnak lekerített földjeikért. Többször is késsel szúrt meg egy férfit egy testvérpár Nyíregyházán. Az eset még múlt szombaton történt fényes nappal egy áruház parkolójában. A sértett rokona volt a két gyanúsítottnak, őket már őrizetbe vette a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya. A megtámadott férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, információink szerint állapota még mindig nem stabil. Elfogták a gyanúsítottakat. A felvételen az látható, ahogy a 33 éves nagyszállási E. Attillát és a 37 éves nyíregyházi E. Róbertet elvezeti a rendőrség. A megalapozott gyanú szerint szombat délután 3:30-4 óra körül többször is megszúrták 44 éves rokonukat egy nyíregyházi parkolóban. A rendőrök még aznap kiadták az elfogató parancsot az ismeretlen helyen tartózkodó két feltételezett elkövető ellen. Április 11-én hétfőn mindkettőjüket elfogták. A testvérpár és a velük rokoni kapcsolatban álló sértett találkozójára egy nyíregyházi élelmiszeráruház parkolójában került sor. A rendőrség adatai szerint a két gyanúsított miután megérkezett, minden előzetes szóváltás nélkül több alkalommal megszúrta a 44 éves nyíregyházi férfit, aki ennek következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya a két gyanúsítottat őrizetbe vette és kezdeményezte előzetes letartóztatásukat. Úgy tudjuk, a nyíregyházi sértett jelenleg a Józsa András kórházban van. Életmentő műtéten esett át, az egyik kiszúrás ugyanis a tüdejét érte. Állapota még mindig nem stabil. Információink szerint eddig a rendőrség sem tudta kihallgatni.
Dopingolták és verték a gyerekeket az edzők a magyar úszósportban. Ezt állítja egy Kisvárdán élő férfi, akinek a lánya a 80-as évek elején 10 évesen volt tagja az egyik fővárosi klubnak. A gyerekek a tutukon kívül szedték a teljesítményfokozó szert, ugyanis a vezetőedző Kis László vitaminnak álcázott tablettákat vetetett be a fiatal sportolókkal, állítja a férfi. A korábban gyógyszerkutatóként dolgozó, már a nyugdíjas Gyurán János a múlt héten kirobbant botrányt követően állt a nyilvánosság elé Kis Lászlót terhelő további ügyekkel. A kisvárdai férfi miután megtudta, hogy a volt szövetségi kapitányt 1961-ben csoportosan elkövetett nemi erőszak miatt ítélték el, elérkezettnek látta az időt, hogy nyilvánosságra hozza saját tapasztalatait. Csikány Csilla, aki szintén egy nagyon híres magyar hátúszónak volt a lánya, ő is ott úszott nála, és akkor azt mondta, hogy amit neki adnak vitamint, azt nem köpte ki, illetve nem nyelte le, és nekem ide adta. Oké? Okay? És ebből kiderült, hogy ez egy szteroid, a nebulol. Ezt arra használják, hogyha valaki súlyos beteg, súlyos vesztesége van súlyban, hogy az helyre jöjjön. Ezt erre használják. Tehát ez egy szteroid, ez kétségtelen. Gyurán János arról is beszélt, hogy Kis László, aki akkoriban a Spartacus vezetőedzője volt, amellett, hogy vitaminnak álcázott szteroidot adott a gyerekeknek, folyamatosan verte is őket. Mit tehettem volna még? Bementem az elnökhöz, és azt mondtam, hogy ezért, mert ez történik, minden tisztán elmondtam, oké? Okay? Megmondtam a drogozást, a verést, és minden, hogy ezért elviszem a lányomat. Gyurán elmondta, mivel a klub vezetője nem tett semmilyen lépést a helyzet kivizsgálására, egy másik egyesülethez vitte a lányát, ezért másfél évre eltiltották a fiatal úszót a versenysporttól. A család ezt követően Kanadába költözött. Gyurán János azt mondta, a kirobbant botrány miatt most látta elérkezettnek, hogy a szélesebb nyilvánosság is foglalkozzon az ügyekkel. A vádakkal kapcsolatban szerettük volna megkérdezni a Magyar Úszószövetség álláspontját, ám weboldaluk nem elérhető, a tudakozótól kapott számokon pedig nem tudtuk őket elérni. Természetesen Kis Lászlót is kerestük az üggyel kapcsolatban. Telefonját a felesége vette fel, aki azt mondta, nem jellemző, hogy a médiumok meg akarják hallgatni férje álláspontját, így azt nem is ismerik az emberek. Ám most alkalmatlan időpontban telefonáltunk, Kis Lászlót ugyanis lelkileg annyira megviselték az elmúlt napok történései, hogy most nem, talán a későbbiekben nyilatkozik. Holnap kezdődik az elsősök beiratkozása. Április 14-én, 15-én, csütörtökön és pénteken várják a szülőket, reggel 8 és este 7 óra között az általános iskolák. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei iskolákban több mint 5700 első osztályos kisdiák kezdi meg tanulmányait a következő tanévben. Szabad iskolaválasztás van, de a lakóhely körzetében lévő intézménynek kötelessége felvenni a gyereket. A beiratkozáshoz magukkal kell hozniuk a szülőknek, a gyermekeknek a személyazonosítójukat, amely a lakcímkártya hátoldalán található, ennek megfelelően ugye a lakcímkártyájukat is, az óvodai szakvéleményt, amit az óvónőktől kaphatnak meg, ha esetleg van szakértői bizottság véleménye, vagy nevelési tanácsadótól szakvélemény. Magukkal kell hozniuk a szülői felügyeleti joggyakorlására vonatkozó kitöltendő dokumentumot, amit az iskolánknak a honlapjáról is le lehet tölteni, és már kitöltve lehet hozni, hiszen mind a két szülőnek ezt alá kell írnia. Megyei értekezletet tartottak ma pedagógusoknak. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. 3 győztes mérkőzést követően szenvedett vereséget a nyírbátori futballcsapat. Az NB3 26. fordulójában lejátszott találkozón Márton István együttese hazai környezetben 3-1-re kapott ki a Putnoktól.
két aranyérmet és egy ezüstérmet szereztek az ibrányi tanulók az úszó diákolimpia országos döntőjében. Megoldotta az iskola fenntartók légfinanszírozási problémáit a szaktárca, így rendezett az oktatási intézmények működése. Jelenleg az új intézményi keretek kialakításán és az idei költségvetés újra tervezésén dolgoznak a szakemberek, közölte Sipos Imre közoktatásért felelős helyettes államtitkár a pedagógusoknak tartott megyei értekezleten. A jövőért, gyermekeink oktatásáért címmel tartottak ma a megyei igazgatói konferenciát Nyíregyházán. A rendezvény egy országos sorozat része volt, az igazgatók mellett többek között pedagógusok és tankerületigazgatók is részt vettek a konferencián. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára arról szólt, hogy a köznevelési kerekasztalos tárgyalások mely témákban értek el eddig eredményeket, és mely kérdésekkel kell még foglalkozniuk. Például a pedagógusok foglalkoztatása vonatkozásában a minősítési keretszámok, illetve azon kollégáknak a meghatározása, akik ezekbe a minősítésekbe bekerülhetnek, a 7 éven nyugdíj előtt álló pedagógus kollégáknak az automatikus pedagógus 2 fokozatba való bekerülése, javaslat a nyugdíjas foglalkoztatottakra vonatkozóan az intézményfenntartó központ által egyrészt a működésnek a biztosítása, az ottani változtatások, illetve hosszabb távra természetesen a tartalomfejlesztésnek a mit, mikor és hogyan tanítsunk az iskolában kérdésére vonatkozó elképzelések. A helyettes államtitkár a rendezvényen arról is beszélt, jelenleg az idei évi költségvetések újra tervezésén dolgoznak. A KIK megkapta azt a plusz forrást, amely a működésének biztosításához szükséges volt, és ennek a plusz forrásnak az eljutatása a tankerületekhez megtörtént. Az intézmények adósságrendezése, a tankerületek adósságrendezése az gyakorlatilag kimondható, hogy ennek a hónapnak az elejéig rendezett, központilag kezelt tartozásokat is rendez az intézményfenntartó központ, és jelenleg a 16-os évi költségvetés újratervezése, az intézményi keretek kialakítása történik, illetve ezzel párhuzamosan a 17. évi költségvetésnek az előkészítése is. Sipos Imre hozzátette, július 1-től új elvek mentén határozzák meg az iskolák állami fenntartásának kereteit. Átmenetileg szünetel a közlekedés a József András Oktató Kórház Bocskai út felüli bejáratánál. Az STK épületénél a lépcsőfeljárót javítják. A műkövezési munkálatok előre láthatóan vasárnapig tartanak, így már április 18-ától hétfőtől a felújított lépcsőn folytatódhat a közlekedés. A javítás ideje alatt a gyalogosok a volt véradó melletti kiskapun keresztül juthatnak be a kórház területére. Négyes karambol történt tegnap délután Nyíregyházán. Az erdősoron forgalmi okok miatt lassító, illetve álló autóknak ütközött egy személygépkocsi. A balesetben nem sérült meg senki, viszont mind a négy kocsiban jelentős az anyagi kár. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit, többek között azt is, hogy a vétkes sofőr fogyasztott-e alkoholt. Motorkerékpáros ütközött egy személygépkocsival tegnap este Újfehértón. A település egyik belvárosi csomópontjánál történt a baleset, amikor a motoros előzte a személygépkocsit, ám az le akart térni az útról. Az ütközést nem tudták elkerülni. A motoros megsérült, utasa viszont nem. Három győztes mérkőzést követően szenvedett vereséget a nyírbátori futballcsapat. Az NB3 26. fordulójában lejátszott találkozón Márton István együttese hazai környezetben 3-1-re kapott ki a Putnoktól. A bátoriak szombaton táján lépnek pályára. Nem indult jól a mérkőzés a hazaiak számára, a nyírbátoriak még labdához sem értek, amikor a 16. másodpercben már gólt szerzett az ellenfél. Ez meg is határozta az első félidő képét, a házigazda játéka kapkodóvá vált, a jól kontrázó vendégek pedig megduplázták előnyüket. A második félidőben egy öngóllal szépített a nyírbátor, sőt az egyenlítés is a levegőben lógott, de a Putnok szerzett újabb gólt, így három győztes meccs után vereséget szenvedett a Márton István által irányított együttes. Ami nagyon nagy pozitívum volt számomra az, hogy hiába vezetett már szünetre 2-0 a Putnok, az, hogy amit szünetben megbeszéltünk, kicsit átszerveztük a csapatot, onnantól kezdve megnyugodott a játékunk, és azt játszottuk, amit szünetben megbeszéltünk, uraltuk a mérkőzést, innentől kezdve birtokoltuk a labdát, helyzeteket alakítottunk ki,
2-1 után volt reális esélyünk az egyenlítésre, de egy kontrából újabb gólt rúgott a Putnok, amely így nem érdemtelenül nyert. A forduló további eredményei a következők: Nyíregyháza Spartakus Tája 3-0, Jászberény Felsőtárkány 4-0, Tiszaújváros Cegléd 0-0, Rákosmente KSK Reac 3-1, 60 Cigánd 2-4, DVTK 2 Újpest 2-0-1 és DVSC Deac Somosese 2-0. A tabella élén a Nyíregyháza Spartakus áll 64 ponttal, megelőzve az 59 pontos Ceglédet. A 22 ponttal 13. helyezett Nyírbátor szombaton az utolsó előtti Tája otthonába látogat. Tudjuk, hogy nagyon készülnek ellenünk, egy ilyen utolsó esélyként fogják fel a bentmaradás szempontjából. Nekünk nem kell rohanni, a mi pozíciónk hozzájuk képes kedvező, úgyhogy abból indulunk ki, hogy mindenképpen legyünk veretlenek. A 27. forduló további párosítása a következő: Felsőtárkány Tiszaújváros, Putnok Jászberény, Somosese Nyíregyháza Spartakus, Reac Kazincz Barcika, Újpest 2 Cegléd, Cigánd DVSC Deac és DVTK 2 Rákosmente KSK. Két aranyérmet és egy ezüstérmet szereztek az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói az úszó diák olimpia országos döntőjében. A harmadik korcsoportos fiúknál Szentesi Levente 50 méter mellen az első, 100 méter gyorson pedig a második helyen végzett. A 4x50 méteres gyorsváltó tagjaként pedig szintén a dobogó tetejére állhatott fel az ibrányi fiatalember. Ibrányban 8 év adták át a városi tanúszodát, és 2 év oktatás követően 6 éve kezdtek versenyezni a helyi fiatalok. Jelenleg mintegy 30-an készülnek két edző, Seres Zsigmond és Víg László irányításával. A Diákolimpia Nyírbátori megyei döntőjében 6 ibrányi úszó harcolta ki annak a lehetőségét, hogy ott legyen a miskolci Keménydénes sportuszodában megrendezett országos fináléban. Korábban egy országos bajnoki címmel büszkélkedhetett az iskola, amelynek tanulói 2 arannyal és 1 ezüsttel tértek haza a döntőről. 3 érmet sikerült szereznünk, ebből 2 egyéni is egy váltó érem. Szentesi Levente volt a legeredményesebb versenyzőnk, ő egy egyéni ezüsttel a 100 méteres gyorsúszószámban, egy egyéni aranyéremmel a 150 méteres mellúszószámban, és a 4x50-es gyorsváltónk hozott el még aranyérmet, megnyerve ezzel az országos bajnoki címet. Szentesi Levente mellett Sohodúcki Tamás, Berez Zsolt és Imre Csongor úszott még a váltóban. A 3 érmet szerző fiatalember 6 éve úszik, országos döntőben először állhatott rajtkőre, és mint mondja, eredményei felülmúlták az általa előzetesen remélteket. Melbe 5. helyre akartam, de sikerült az első hely is. Gyorsba 2., abban 2. is lettem. Váltóban már megpróbáltuk összehozni az első helyet, de meg is volt. Az ibrányi úszók a tanév hátralévő részében még rajtozálnak a Szabolcs-túr sorozat 2 állomásán, majd egy házi versennyel zárják a tavaszi szezont. Nem jutott be a harmadik fordulóba Fucsovics Márton az olaszországi Barlettában rendezett salakpályás ATP Challenger tornán. A 42.500 euró összdíjazású viadalon a nyíregyházi teniszező a második körben a cseh Eden Pavlasektől szenvedett ma 5-7-6-4-6-3-as vereséget. Hétadónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Megkezdődött a kerítés építés előkészítése a magyar-román határ szabolcsi szakaszán is. 16 határmenti településen indult meg a közérdekű kisajátítás. Többnyire mezőgazdasági területekből kerítenek le cölöpökkel egy-egy részt ott, ahol majd szükség esetén a kerítést megépítik. Az érintett gazdálkodók ugyan kártalanítást kapnak, de azt mondják, még ingyen is odaadnák a földjüket, csak védjék meg az országot az illegális migránsoktól. Többször is késsel szúrt meg egy férfit egy testvérpár Nyíregyházán. Az eset még múlt szombaton történt fényes nappal egy áruház parkolójában. A sértett rokona volt a 2 gyanúsítottnak, őket már őrizetbe is vették. Dopingolták és verték a gyerekeket az edzők a magyar úszósportban. Ezt állítja egy Kisvárdán élő férfi, akinek a lánya a 80-as évek elején 10 évesen volt tagja az egyik fővárosi klubnak. A gyerekeket utokon kívül szedték a teljesítményfokozó szert, ugyanis a vezetőedző Kis László vitaminnak álcázott tablettákat vetetett be a fiatal sportolókkal, állítja a férfi. A Kölcsei Televízió iradóját látták április 13-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is további hírekért böngészszék honlapunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
Csütörtökön felhős időre számíthatunk esővel. A Kárpát-medence időjárását csütörtök estig egy hullámzó frontrendszer alakítja, melynek egy perem hulláma önálló ciklonnál fejlődve áthalad felettünk. Szerdán éjjel változóan felhős lesz az ég, záporok, zivatarok többfelé kialakulhatnak. A déli szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok környezetében erős széllökések várhatók. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Csütörtökön napközben többnyire erősen felhős lesz az ég. Eső, zápor, zivatar egyaránt várható. A nyugatira, majd északnyugatira forduló szél megélénkül, napközben többször megerősödik, zivatarban viharos lökések is lehetnek. Délutánra 15 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap hidegfronti hatás várható térségünkben. Pénteken csökken a felhőzet, és a hétvégén jobbára napos, de kis szeles időre számíthatunk számottevő csapadék nélkül. Fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét elején több fokkal visszaesik a hőmérséklet. A változóan felhős égből szorványosan számítani lehet esőre, záporra.